Lana 20. születésnapján találkozott Steve-vel, akiről tudta, hogy a férje lesz. Hirtelen láttam egy képet magam előtt. Egy kislány állt előttem. Felé nyújtotta a kezét, és anyának szólított. Mellette egy másik kisgyerek is volt. Rájöttem, hogy Isten megmutatta nekem, hogy ő lesz a férjem, és akiket láttam, a gyerekeim voltak. Akkor nem tudtam, hova tenni ezt az egészet. A boldog család képét azonban beárnyékolta, hogy Lanának dupla méhe volt, és az orvosok közölték vele, ha meg is fogan, valószínűleg képtelen lesz kisbaba kihordására. Már egészen fiatalon feleségként és anyaként képzeltem el a jövőmet, úgyhogy borzasztó volt ezt hallani. Nem tudta azt sem, hogy Steve-vel is évekkel azelőtt közölte az apja, hogy nem lehet majd gyereke. Leültetett a konyhában, és elmondta, hogy az esélye annak, hogy apa lehetek a jövőben, jóformán a nullával egyenlő. Lementem a pincébe, és ott bánkódtam, mert vágytam arra, hogy egyszer majd nekem is legyenek gyermekeim. A férfi 9 évesen csontvelő átültetésen és komoly kemoterápiás kezelésen esett át. Az életét megmentették, de meddővé vált. Az ilyen veszteséget fiatal korban még nem igazán tudja felfogni az ember. Mire Lana ezt megtudta, addigra kapcsolatuk komolyra fordult. Keresztényként egyet tehetett, bízott Istenben. Persze először azt gondoltam, micsoda lúzer vagyok. A gondolat azonban nem hagyott nyugodni. Ha Isten meg akar bennünket áldani gyerekekkel, akkor gyerekeink lesznek. 2008-ban összeházasodtak és elindítottak egy örökbefogadást. Ennek részeként írniuk kellett arról, miként érinti őket a meddőségük. Lanának ez nem ment. Semmit nem akartam írni, mert ért bennem egy aprócska reménysugár, hogy hát ha csoda történik, és egyszer csak terhes leszek. Leírni ezzel szemben, hogy meddő vagyok, nagyon fájdalmas volt. Erre igazából nem voltam képes. Felesége hite Steve-et is Isten felé vonzotta, a férfi azonban nem hitt a gyermekáldásban. Idővel beletörődtem a helyzetbe. Félreraktam a kérdést, elkönyveltem, hogy nem leszek apa, és elhatároztam, hogy nem vagyok hajlandó emiatt tovább aggodalmaskodni. Egy alkalommal egy evangélista összejövetelén vettek részt. Az igehirdetés közben az előttük ülő hölgy egyszer csak hátrafordult. Úgy érezte, hogy meg kell mondania nekünk, hogy gyermekünk lesz. Gyerekünk születik, én meg... Miről beszél, hölgyem? Mi örökbe fogunk fogadni. Az alkalom végén az evangélista kihívta a párokat, hogy imádkozzon értük. Sok olyan bibliai történetet hozott fel, ahol meddő nőknek gyerekük született. Aztán imádkozott értünk. Ezen az estén a házaspár, főleg Steve, szilárdan hinni kezdett abban, hogy Isten csodát tesz. Amikor beszálltam a kocsiba, éreztem, hogy átjár Isten tüze. Nem tudom megmagyarázni, de tudom, hogy az Úrtól volt, és nagyon jó érzés volt. Akkor valóban elhittem, hogy Isten valóságos, ő szeret engem, és azt akarja, hogy legyen gyermekünk. 3 hónappal később Lanának úgy tűnt, talán terhes lehet, ezért vett egy otthon elvégezhető tesztet. Kirohantam a szobából, és Steve egy kilométerről hallotta, hogy valamiért nagyon boldog vagyok. Nem tudta, mi van velem. A nyakába ugrottam azzal, hogy gyerekünk lesz. Annyira izgatott voltam. Az egész csodálatos volt, elképesztő. 2010. szeptember 10-én világra jött Sarah Snyder, a kislányuk. Alig tértem magamhoz. Nem tudtam abba hagyni a sírást. Csak néztem a babát, és arra gondoltam, hogy Isten mennyire jó. Alig hittem el, hogy végre a kezemben tarthatom a mi kis hercegnőnket. Hálás voltam Istennek mindenért. Ezek az események engem a mindenható Isten sokkal mélyebb megismeréséhez, és a vele való szorosabb kapcsolathoz vezettek. A család azóta örökbe fogadott egy kislányt, és azt sem zárják ki, hogy születhet még gyermekük. Letagadhatatlan, hogy ma is vannak csodák. Teljesen valószerűtlen volt ez az élmény. Állandóan megemlékezünk arról, hogy Isten az, aki mindezt megcselekedte.
Vigyázott ránk és a kislányunkra.